Péntek délelőtt Annette Groth német parlamenti képviselő és delegációja személyesen is meglátogatták a migránsoknak kialakított tranzitállomás munkálatait Szabadkán. A német képviselő elégedetten értékelte a látottakat, és kiemelte, hogy Szerbiához hasonlóan Németország sem fog kerítéseket emelni a migránsok előtt, mert az az egész európai közösség bukásához vezetne. Germany still could take, you know, many people. We are a big country, and in some places, you know, we have only elderly people left because the youngs are migrating to the big centers. So I mean, the closure of the borders would be the end of the European Community, you may say. A szabadkai pihenőközpontban már a nyilászárók is a helyükre kerültek, valamint a fürdőhelyiségek is teljesen elkészültek. Azonban a belső helyiségekben még akadnak hiányosságok. Mi očekujemo da u narednih 10 dana maksimalno ovaj centar bude otvoren i mi očekujemo da on bude u funkciji sa kapacitetom od oko 300 ljudi. Naravno, ovo je urađeno po svim evropskim standardima i mi smo ponosni. Ono što je važno jeste da će ovaj centar ostati grad u Subotici. Dakle, ovaj centar nije privremenog karaktera, to je zgrade nisu privremenog karaktera. Dakle, kada prođe migrantska kriza, neće sigurno nekada proći, ovaj centar ostaje na upotrebu isključivo gradu Subotici. Ivan Isevic a helyszínen arról is beszámolt, hogy a magyar kanizsán lebontásra kerülő pihenőtábor felszereléseit nem csak a horvát-szerb határon fekvő Berkaszovóba, hanem a szabadkai befogadó táborba is elszállítják majd. A migránsoknak kialakított tranzitállomás munkálatai a végéhez közelednek. A fűtés bevezetése után, ahogy mögöttem is látszik, nem sokára víz is lesz majd az épület együttesben.